és vállalja mennek a szerkesztői feladatát. Az egyik az, hogy Seregélyesek úr egy beszéde alkalmával elmondta azt, hogy az időseknek a visszaemlékezése az lényegében történelmi hűség és történelmi forrás. És elgondoltam, hogy ez bizony teljesen így igaz, és nagyon fontos az, hogy az itt a templom falai között zajló események, azok az elmúlt időszakról Kelemen Didák óta, illetve őrá visszaemlékezve megmaradjanak, és megmaradjanak az utókor számára. A másik ilyen motivációs tényező az volt, hogy itt szolgált nagyon régen Gáspár Miklós atya. Ő a családunknak egy nagyon jó barátja volt, és elkészült tavaly a Miskolci Minaretet templom albuma, és kértem őt, hogy sokat beszélgettünk az 50-es évek időszakáról, és mindig nagy szeretettel emlékezett erre az időszakra, amikor itt volt káplán, és hát mondtam, hogy tedd meg, hogy leírod ezt a kis történetet, mert itt biztos másokat is érdekel, hogy hogy is zajlott az az időszak, mikor megszűntek a szerzetes rendek, és mi, hogyan történt az, hogy újra alakult. És akkor ő hát már elég nehezen volt, de azért megírt egy kis történetet. És a múltkori, a tavalyi könyvből, a Minarita albumból ez kimaradt, azért maradt ki, mert ahhoz a könyvhöz, ahhoz az albumhoz nem illett ez a tartalmú visszaemlékezés, és hát ez elindított, hogy ne vessen kárba ez a Miklós atyának ez az áldozata, és majd lesz egy másik könyv, amiben belekerül. Tehát ezek voltak a motivációk. És mi volt a célja? Az volt a célja, hogy Kelemen Didáknak emléket állítsunk mindig, amikor csak lehet, hiszen folyamatban van, illetve nagyon erőteljes indítatás és akarat van arról, hogy boldoggá avassák, és minden cselekedetünkkel azt kell szolgálni, hogy ez a boldoggá avatás előre haladjon, és ez is a Kelemen Didák tiszteletnek egy része. A könyv, röviden mondanám, hogy három részből áll. Az első része az Kelemen Didákkal kapcsolatos történeteket foglalja magában, az életrajzát és a sírjának a felnyitása, hát amely Ernő atya nevéhez kapcsolódik. A második része az a visszaemlékezéseket tartalmazza. Ezek a visszaemlékezések, hát ez a Gáspár Miklós atya által történt visszaemlékezés, ő itteni szolgálatának az idejét mutatja be. És itt van Mocsári Ferenc barátunk, aki a kórusnak a alapítója, a Szent Ferenc kórusnak egyik alapító ősi tagja. Ő írt néhány visszaemlékezést, az ő fiatal korában, gyerekkorában, ifjú korában itt élő szerzetesek életéről és arról az időszakról. Egy néhány mondatot majd ő fog erről mondani, és a harmadik rész pedig